A család csumi csőtészt a csokoládés traktorkerék szavaztok paprikáim, Keeper jelentkezik egy ilyen rendhagyó videóval Mad Maxről. Nem lesz hosszú és nem is gameplay jellegű, hanem inkább egy ilyen tényfeltáros videó. Ugye nagyon sokan, még leginkább amikor megkijött ez a Mad Max, azt mondták, hogy jó, hát igen, tök jó ez a világ, meg nagyon szépen meg van csinálva, de hát annyira nem szabadon bejárható, ami ugye már kiderült számunkra, hogy természetesen teljesen szabadon bejárható. Oda mész, ahova akarsz, egyáltalán nincsenek megkötések. Annyi, hogy az legelején ugye nem az egész térképet járhatod be, mert ugye itt van nekünk ugye ez a rész, amire ugye gyakorlatilag itt egy ilyen kapu, ott lehet majd bejutni, de ez gyakorlatilag annyi, hogy ugye azt fel kell szabadítani, úgyhogy ne járd be egyből az egész világot, annyiról szól az egész. De egyébként az úttalan utakon, bárhol, offroadon, bárhol mehetsz, mert offroad terepen is nem muszáj neked utakon közlekedned. Viszont ugye még egy ilyen érdekességet meg akarok nézni, és ezt meg fogjuk tényleg tapasztalni, hogy ugye ezen a határon kívül lehet-e valahova közlekedni. Mert ugye például látni lehetett több helyen is, mondjuk itt ezen a részen, hogyha eltekintettünk tovább, akkor ott volt valami, volt világ, gyakorlatilag létezett ott egy ilyen külső zóna is, olyan, mintha ezen a határon kívül is ugye lehetnek kocsikázni. És arra gondoltam, hogy megnézzük akkor, hogy ez valós-e, hogy tényleg el lehet-e menni bárhova ebbe a világba, nem csak ezen a területen belül. Erre nagyon kíváncsi vagyok, és akkor nézzük meg, tapasztaljuk meg együtt. Annyit kérek tőletek, hogy ha itt vagytok, ugye hát nézitek ezt a videót, akkor írjátok meg, hogy szerintetek erről a részről le lehet-e menni, vagy pedig ott egy ilyen láthatatlan falnak fog ütközni az autó, vagy pedig esetleg valamilyen fizikai határa van ennek a mapnak. Mert ugye látni lehet messzebb, szóval nincs ott vége, nincs ott olyan, hogy ott hoppa egy fal van, de nem tudom, hogy el lehet-e menni. Na, ezt tippeljétek meg, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, mit fogtok írni. El fogok én ide autózni, ez a ponthoz, és megnézzük akkor, hogy tovább mehetünk. Látjátok, ott vannak hegyek, valószínű, hogy akkor nem lehet oda felmenni. Tényleg írja meg mindenki, amíg én odaérek, hogy vajon ő mit gondol erről az egész szituációról, hogy akkor ez hogy működik. És ugye ennek a videónak akkor valószínű annak az lesz címe, hogy mekkora a Mad Max világa. Várom ezt az autót, még egy kicsit lassú, de talán majd egy kicsit változik. Ja, ez a hang, remélem most már ez alatt a videó alatt a hang az megfelelő. Ez alatt a másik mikrofonomnak kezdte el rögzíteni a hangját a felülprogram, és abszolút én nem állítottam át semmit, hát ő úgy gondolta, hogy úgy ő neki jobb lesz, hogyha azzal veszi, és nem lett jobb sajnos. Na srácok, akkor... Na már úgy látom, nem vezet út. Hoppá, nézzük meg ugye. Ott is látni hegyeket, távolban, nagyon messze is. És arra vagyok kíváncsi szerintetek, hogy arra el lehet-e menni. Mondjuk itt megállunk, gondolom mindenki akkor leírta, hogy vajon lehet-e arra tovább menni. Hát nézzük, srácok. Jelöljük meg mondjuk a határvonalat pont, és akkor megnézzük, egyből látjuk, hogy akkor ott át lehet-e menni, vagy nem. Elmegyek mondjuk addig a pontig. Mert ugye elég kiabrándító a játékokban, amikor le van zárva teljesen egy rész. Na, oda nézzetek, itt is vagyunk, KBN-nél hegynél van a határa. Oppa! El is értük, el is tűnt a jel. Gyakorlatilag kijutottunk a térképen kívülre. Magunk mögött hagytuk a civilizált területeket. Nézzétek! Hoppá! Hoppá, srácok! És itt is ki van dolgozva a terep. Vannak hegyek, völgyek, mindenféle különböző textúrázott területek. Nézzétek! Ez nagyon kemény, nem? Gyerekek, már... Oda nézzetek, szinte egy fél pályahossznyit eljöttünk. És passzus, és itt is, figyeld már! Na, gyerekek, ennyit erről, hogy nem lehet ugye bejárni a Mad Max terület, az egész térképet teljesen szabadon, nem hogy a térképet nem be lehet járni, hanem még azon túl is, ha akarsz, ki tudsz jönni, és akkor erre is el tudsz jönni. A gyerekek, én most nagyon kíváncsi vagyok, hogy meddig lehet menni, úgyhogy egy kicsit körülnézünk, és nézzétek meg, ki van, itt is ki van dolgozva, ugye látjátok a sziklákat, ugye, gyakorlatilag...
Vajá, hoppá, és meg is fel is fedeződött ez a Big Nothing, ugye? Írta, hol írja azt? Locations. Ez érdekes. Hol van a Big Nothing? Crazy. A Big Nothing, figyeld! Igen, fel... Aha. Ja, annyit írt, hogy ugye beléptünk a nagy semmibe. De itt is... Gyakorlatilag itt is közlekedsz, ez csak ugye felhívta a figyelmet, hogy jaj, vigyázz, mert már nagyon nem az van a környéken, de nézzétek meg, mennyire el lehetett távolodni, és itt gyakorlatilag így el lehet jutni A pontba, B pontba, úgyis, hogy nem az utakon mész meg a területeken. Gyerekek, föl kéne menni egy ilyen hegytetőre és körülnézni. Próbálok fölvickélni az autóval, aztán ha nem megy, akkor majd gyalog. Nem vagyunk a csúcson. És akkor hol vagyunk most? Itt vagyunk, basszus. Ez azért elég epikus. És elég jól meg van csinálva. És nem mondom, kétszer sem mondom azt, hogy lehet, hogy még itt is vannak ilyen különböző hisztöregek, vagy pedig valami rejtett dolgok. Most elmegyek erre még. Basszus, még mindig távolodott. Na, ez nagyon durva. Lehet, hogy meg fogok halni előbb-utóbb, vagy valami történik, vagy sugárzás? Valahogy csak megoldották, hogy ne egy végtelen pályát kelljen. Megcsináljuk. Ó, oh, te sí! Ajaj! Megint, hogy idejében vagyok. Nagy semmibe. Ott gyereke, fölmegyünk. Azt a... Azt hiszem, hogy lehet, hogy vihar közeledik? Hogy vagy ugat, Junior? Basszus, nagyon eltávolodtunk, hallod? Nézd már meg! Menjünk! Menjünk, fölmegyünk itt ebbe a vályúba, ahol fogunk élni. Nagyon durva, gyerekek, mekkora hegy! És itt sem még nem visszafele között tartunk, hanem még erre valamerre. Próbálkozok. Kicsit poros a környék, és nem sebződünk meg semmi. Tehát nem kényszerít a játék arra, hogy menjünk vissza. Már itt is lehet közlekedni bármerre. Ha itt valami nagy hegyek vannak, itt lehet, hogy nem lehet tovább menni. Ajaj. Látom, hogy itt elég viharos a környék. Ajaj, sebződünk. Oké. Okay. Itt volt a határa, így oldották meg, ugye? Valószínűleg, hogy valamilyen rádióaktív, vagy akármilyen dolog volt. Hát ennyire nagy a Mad Max világa, hogy gyakorlatilag még a környező, még a mapról is le tudsz venni, és környező részeket is meg tudod nézni. Igaz, hogy ott valószínűleg, ugye, hogy vagy sugárzás van, vagy pedig olyan terület, ami... nem élhető, meg valószínűleg nincsenek is ott se emberek, se semmi, de dicséretes a készítőktől, hogy készítők megcsinálták ugye ezt az egészet, hogy gyakorlatilag ekkora terület teljesen szabadon bejárható, ugye ekkora, meg még a környező rész is azért el lehet oda menni, nem az van, hogy nem egy láthatatlan falnak mész, mint a legtöbb játékban, és sok kritika érte a legelején, emlékszem még az én gameplay-eimben is, hogy jó, ez tök jó ez a terület, de nem bejárható, blablabla. Teljesen bejárható, meg még a környék is, úgyhogy nagyon le a kalappal a készítők előtt. Köszönöm szépen a figyelmet, ezt akartam kideríteni és megmutatni nektek is. Jók legyetek, csácsumi csőtésztel!